az árnyomon. Álisztének ez a megszokott színvonal a magyar bajnokságban, ezt nagyon élvezzük, hogy tizedeken múlik egy-egy gyorsági eredmény. Kicsit mérges vagyok magamra, mert ez a pusztalami gyors, ez, én azt hittem, hogy jó lesz, de mégse fekszik annyira. Az első gyorsat talán egy kicsit túl feszítettem, megpróbáltam nagyon jót jönni, és kicsit görcsös lett. Össze is törtünk a kocsi elejét, neki mentünk egy guminak, és felrobbant az első lökhárítónk, úgyhogy mázisták vagyunk, hogy a hűtőnek nem lett baja, illetve a különböző szenzorok nem sérültek. De egyébként a nap további részén nem is hátrát adott ez minket, ez a lökhárító nélküliség. Úgyhogy most 6 tizeddel másodikok vagyunk, ami szerintem egy jó eredmény. A taktikázni maximum az utolsó körbe lehet, annyira szorosak a gyorsági idők. Ádi is, hál' Istennek, nagyon jól megtátosodott, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a négy autó, akik most nagyon-nagyon szorosan tudnak menni együtt, ez egy nagyon komoly csatát ígér a holnapi napra is. Saját hibám, igazából amiatt haragszom magunkra. Volt egy megforgásom a gyalákban, és sajnos ez 18 másodpercbe került ott. Ott eldőlt az, hogy az első helyen nem fogunk tudni harcolni, hiszen tudtam azt, hogy Ferin 18 másodpercet nagyon nehéz lenne behozni. Csak akkor lett volna esélyünk rá, hogy esetleg valamilyen hibát elkövet. Ennek ellenére nem ő hibázott, hanem mi szereztünk még egy defektet. Eltaláltam azt a követ, amivel talán mondhatom, hogy mi szerencsések voltunk, valószínűleg a Feri forgatta ki, ez benne van sajnos a raliban. Egy értékes harmadik helyen megyünk haza, amiért megdolgoztunk. Továbbra is vezetjük a magyar bajnokságot, ez nagyon fontos, hiszen Andris mögöttünk végzett. Harmadik helyen zárták a Székesfehérvár rali. Turán Fényen, Bodoméri, László, valamint a Hyundai Ilyen. Voltak hibáink, sajnos két hibánk volt, de az első kör után mi vezettük a mezőnyt. Én azt hiszem, hogy nem lehet okunk a panaszra. Szerintem kihoztuk ebből a hibák után ebből a napból, amit lehetett. Egész végig nagyon keményen nyomtuk, és ez a harmadik hely azért szerintem nem egy rossz hely.